tisztelt honfitársaim! Orbán Viktor újabb 4 évig kormányozhatta Magyarországot, és a magyar nemzet ezáltal ismét elvesztegetett 4 évet. Lélek számában ugyanis továbbra is csökken, fogy a magyarság, a multik pénzszivattyúja felerősödött, Magyarország pedig veszített szuverenitásából is, hiszen itt vannak a nyakunkon a NATO katonái és a WHO vakcinái. Budaházi fegyházban, Gyurcsány pedig budai villában várja az új parlamenti választást. Ezt tudja felmutatni 12 év kétharmados kormányzása után Orbán Viktor. Mi azért vagyunk itt, mert a mi hazánk más világot akar. Igaz, szabad és magyar Magyarországot szeretnénk. Minden korábbi ígéret ellenére újra itt van a koronavírus, emelkedő koncentrációval a szennyvízben, már Magyarországon is. Ausztria, Orbán Viktor laboratóriuma újra szigorít, és a magyar kormány már megrendelt 9,5 millió adag vakcinát, többek között gyerekeknek is. Amelyből az első szállítmány ősszel érkezik Magyarországra. A koronavírussal kapcsolatban is azt láttuk az elmúlt 2 évben, hogy a Fidesz és a balliberálisok valójában ugyanazt a politikát folytatták. A lezárások és az oltás erőltetésének a politikáját. És hogyha nem lépünk, akkor ez a helyzet nemhogy folytatódik, hanem súlyosbodik. A WHO akar dönteni arról, hogy Magyarországon milyen kötelező oltásokat vezessenek be. De mi nem hagyjuk. Ugye nem hagyjuk? Aki nem akarja újra átélni az elmúlt 2 év borzalmait, lezárásait, az szavazzon a Mi Hazánkra április 3-án. Soha többé Covid-diktatúrát! És az új világrend meghozta a nyakunkra a háborút is. Az Amerikai Egyesült Államok és az ő irányítása alatt álló NATO már telepíti ide, a mi hazánkba a katonáit. Orbán Viktor nem ezt ígérte. Február 10-én Szijjártó Péter meldöngetve, óriási vehemenciával jelentette be, hogy ide bizony nem fognak érkezni külföldi NATO katonák, mert a magyar honvédség tudja Magyarország biztonságát szavatolni. Hazudott. Rá 1 hónapra Orbán Viktor aláírta azt a rendeletet, ami lehetővé tette, hogy ezek a részben amerikai katonák idejöjjenek. És legyen világos mindenki számára, Magyarországnak erre vonatkozóan nincsen nemzetközi szerződésben rögzített kötelezettsége. Ez kizárólag Orbán Viktor és kormányának a döntése volt. Ott tartunk, kedves barátaim, hogy az MSZP elnöke megdicséri a kormány politikáját a háborúval kapcsolatban. Madarat tolláról, embert barátjáról. Az Európai Unió és a NATO parancsait szolgalelkűen végrehajtják, még akkor is, hogyha az a magyar embereknek kárt okoz. Mert ez történik, a magyar emberek fogják megfizetni ennek a háborúnak az árát, amihez pedig semmi közünk nincsen. De mi nem hagyjuk. Ukrajna feltétel nélküli Európai Uniós csatlakozását is támogatja a magyar kormány. Annak az Ukrajnának, amelynek az elnöke tűsarkúban, bőrnadrágban vonaglott egy zenés videóban, és annak az Ukrajnának, amelyik magyar ellenes intézkedések tömkelegét hozta az elmúlt években, megfosztva az ott élő magyarokat az anyanyelv használati joguktól is. Egy ilyen ország nem lehet a magyarság barátja. Állítsuk meg az új világrendet, mert Magyarország a magyaroké. Kedves barátaim, majdhogy nem tinilány voltam, amikor először tüntettem Budaházy György szabadságáért. És most a nyugalom megzavarására alkalmas mondatokat kell mondanom ismételten, mert ugyanezzel az üggyel még másfél évtizeddel később sem tudott megbirkózni a magyar igazságszolgáltatás. Az elmúlt 30 évben mindenféle ítéletet láthattunk már. Volt olyan celeb, aki rendőrgyilkosságért felfüggesztettet kapott. A győri családírtót 2 év után kiengedték, a Fidesz kegyeltje, kinevezettje, Kaleta 1 év felfüggesztettel megúszta, és egy valódi terrorista, Ahmed H. mindössze 3 évnyi börtönbüntetést kapott. És hogy a politikusokkal mi történt? Az a Jenei Zoltán, aki rendészeti szakállamtitkár volt a 2006-os rendőrterror levezénylésekor, most is állami vezetői széket kapott Orbán Viktoréktól. És az a Balajti László, aki a titkosszolgálat vezetője volt a Gyurcsány-Bajnai időszakban, miniszteri kabinetfőnök lehet Orbán Viktor kormányában. Semmiféle fülkeforradalom, semmiféle rendszerváltás nem történt, tehát ide jutottunk 12 évnyi Fidesz kormányzás után. És mindenki számára legyen világos, a Fidesz a budaháziékra is vonatkozó közkegyelmi törvényt már 2-szer leszavazta. De a Mi Hazánk az országgyűlésbe készül, és nem fogunk tétlenkedni ebben a kérdésben sem. Itt van az a törvényjavaslat, itt van nálam az a törvényjavaslat, amit újra be fogunk nyújtani, és most már fordulhat a kocka. Szabadságot a politikai foglyoknak, fegyházat a politikus bűnözőknek. És a beszédem végén engedjétek meg, hogy egy kicsit személyesebb hangon is szóljak hozzátok, és elsősorban a Mi Hazánk középvezetőihez, aktivistáihoz, tagjaihoz intézzem a mondandómat. Tudnotok kell azt, hogy nagyon büszke vagyok arra, amit az elmúlt hónapokban sikerült együtt elérnünk, és arra kérlek benneteket, hogy ti is legyetek büszkék magatokra. Holnap a választási kampány utolsó hete kezdődik. Egyetlen hét múlva sorsdöntő választás következik Magyarország és a Mi Hazánk Mozgalom életében is. Nagyon jól tudom, hogy mindannyian erőltetett menetben dolgoztok hónapok óta. Tudom, hogy alig látjátok a családtagjaitokat. Tudom, hogy munka mellett, munka után küzdtök a hazátokért is. Tudom, hogy rengeteget plakátoltatok este a sötétben, és ajánlást gyűjtöttetek a hidegben. Tudom, hogy a saját időtöket, a saját pénzeteket áldoztátok erre a pártra, erre a mozgalomra. Mégis azt kérem, hogy az utolsó tartalékainkat is mozgósítsuk. Minden maradék erőnket szedjük össze, és holnap úgy kell elkezdenünk a munkát, mintha csak ez a hét lenne, mintha csak ezen múlna a hazánk sorsa és a gyermekeink jövője. Mert ez az, amit mi nem engedhetünk. Ez a Mi Hazánk, fel a győzelemre! Köszönöm, hogy meghallgattatok!